Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti Mozaikot, a Kistelek Városi Televízió magazin műsorát látják. Mai műsorunkban beszámolunk az Alzheimer Café rendezvényéről, meglátogattuk a szüléstréningen résztvevő kismamákat, és a Körúti Színház előadására is jegyet váltottunk. Tartsanak velünk! A Napsugár Otthon lakóiért alapítvány és a Városi Nyugdíjas Klub szervezésében idén harmadik alkalommal tartottak Alzheimer Cafét Kisteleken. Az egésznapos rendezvényen egészségügyi szűrésekkel és az időskori demenciával kapcsolatos előadásokkal várták az érdeklődőket. Egyik fönn, másik le. Keresztezzük, egyik fönn, másik le. Jó és lassz. A mai délelőtt az időskori demenciában szenvedőkről szól itt Kisteleken. Az ő családtagjaikat várják az előadás sorozatra. Milyen előadásokat hallhatnak a hozzátartozók? Az előadások lesz egy pszichológusnak előadása, amely a megelőzésről, illetve a demenciába szenvedőkről, azok segítéséről fog szólni. Lesz vetítés, hogy hogyan foglalkoztatják a demenciában szenvedőket a Napsugár Otthonban, és majd lesz kulturális része is a rendezvénynek. A délelőtt folyamán már egészségügyi szűrésekkel is találkozhattak a látogatók. Ők milyen szűréseken vehettek részt? Igen, a délelőtt 10 órakor kezdődött egészségügyi szűrések, látás, hallás, vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, energia, felmérés, gyógycipők, lábbemérés, háromdimenziós lábbemérés, ahol gyógycipőket lehetett rendelni, hallásvizsgálat. Mennyire fontos, hogy foglalkozzunk napjainkban az időskori demenciával? Én azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb kulcskérdésünk, hiszen nagyon-nagyon elszaporodott, nagyon-nagyon szinte népbetegséggé vált a demencia. Ön szerint hogyan előzhető meg? A megelőzésére, illetve szinten tartására talán segít minél többet mozogni, friss levegőn lenni, memóriateszteket, gyógytornákat végezni, minél többet mozogni a szabadban. Szürkehájó? Nem tudjuk. Vérnyomás, cukor? Jó, a cukor most nagyon sok, nem tudom. Sok volt? Mennyi volt a cukor? De nem hiszem el, 22. Hát, nem. Akkor már együtt van a igen. Most egy, igen. Most egy, igen, igen. Látom, a legalsó az nem vagy. Na, mert a helyzet az, hogy ez a távol. Jó, amikor ide gyűjtem, mennyire nem lát távol. Nem lát 30%-ot sem. Tehát felül kezdünk 2 félvel, és még most jön az orvos. Itt vagyunk az Alzheimer Café délutáni rendezvényén. A szervező a Napsugár Otthon Alapítvány és a Városi Nyugdíjas Klub volt. A mai délután a demenciában küzdőkről szólt. Mit lehet tudni az alapítványról? Alapítványunkról szeretném azt elmondani, hogy lassan 10 éve működik az alapítvány. Elsősorban, amikor létrehoztuk, akkor a Napsugár Otthonban élőknek az életvitelét szerettük volna jobbá tenni. Kicsit kiszélesítettük utána a Napsugár Otthonban dolgozókra is ugyanezeket a sok programot szerveztünk, mindenféle tárgyi és egyéb dolgokkal próbáljuk segíteni az otthonnak a működését. Az utóbbi években viszont nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a városban működő nyugdíjas klubbal, és úgy gondolom, hogy ez az együttműködés nagyon hasznos mind az idősek otthon lakóinak is, és a városban működő nyugdíjas klub tagjainak is. Nagyon sok közös programot szervezünk, ami hasznos lehet mindkét fél számára. A mai délután a demenciában élőkről és rokonaikról szólt. Milyen előadásokat hallhattak a látogatók? A mai alkalommal, illetve előzetesen azt szeretném elmondani, hogy immár most harmadik alkalommal szerveztük meg ezt a programot. Egy olyan előadás sorozatot próbáltunk a mai alkalommal összeállítani, amiben elsősorban a megelőzésre próbáltunk fókuszálni, mégpedig arra, hogy hogyan lehet minél később ebbe a
ebbe a betegségbe kvázi bekerülni, mi az, amire érdemes odafigyelni annak érdekében, hogy ez minél később következzen be, mert ennek az előfordulása nagyon-nagyon magas számban történik meg már hazánkban, és itt elsősorban örömmel láttam, hogy családtagok is részt vettek ezen a rendezvényen, ami óriási jelentőségű, mert nagyon sok esetben az idősek, az egyének nem is biztos, hogy magukon észreveszik a változásokat, de hogyha van egy jó közeg, egy családtag, egy szerető társaság, akik felhívják a figyelmet arra, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy megelőzzük ezt a betegséget, mert amikor a memóriánkkal problémánk van, szerintem ennél ez a legborzasztóbb dolog, amit ugye az ember el tud képzelni, hogy ezt próbáljuk meg most megelőzni, és ezért szerveztük aktív idősödés legyen ez a jelszó a mai alkalomra. Ehhez hozzájárult a városban működő egészségfejlesztési irodának a munkatársai, pszichológus hölgy és a dietetikus kolléganő. Azt gondolom, mindkét előadás nagyon színvonalas volt, köszönjük szépen ezúton is nekik, és nagyon sok olyan hasznos dologra felhívták a figyelmet, ami a mindennapokban jelen van, és érdemes megfigyelni és betartani. Bízom abban, hogy lesz folytatása ennek, alapítványunkon nem múlik, mert nagyon sok nyitott kérdés maradt még meg ezen a területen. Szeretettel üdvözlök mindenkit a mai előadásomon, ami az aktív időskorról fog szólni. De mielőtt erről beszélnék bővebben, szeretnék egy pár szót ejteni arról, hogy egyáltalán mit jelent az időskor, milyen idősnek lenni. És több megközelítés mentén fogom majd ezt bemutatni. Kicsit közelebb, jó? Igyekszem. El vagyok szokva a mikrofontól azért. Szóval az első, a legegyszerűbb megközelítés, az életkori megközelítés. Ezt mennyire olvasható egyébként a tábla? Nagyjából jó, de úgyis el fogom mondani a lényeget. Szóval az első, az 50 és 60 év között az áthajlás kora, ezután az idősödés kora, az időskor, akkor és végül 100 év felett a matuzsálemi kor. Ezt nem nagyon kell magyarázni, tehát ez a legegyszerűbb megközelítése az időskornak. Ennél egy kicsit összetettebb a biológiai megközelítés. Ez úgy írja le az időskort, mint egyfajta fizikai, szellemi és társadalmi csökkenés az ember életében, és ami együtt jár az egészségügyi vagy egészségi állapot romlásával. Viszont fontos, kiemelendő dolog, hogy sokat számít az, hogy hogyan éli meg az idős személy az életkorát. Ez a mikrofon, ez nagyon... Valami, mert ez lehet, hogy bezavarják egymást, vagy nem tudom, tehát így... Aha, igen, az kell majd. Nem tudom, mit... Mert én nem tudok egy... Jó, nem akarom lerántani az asztalról, mert az elég nagy probléma lesz. Jó, akkor maradok ebben a térben. Jó, egyel több mikrofon volt, mint amire számítottam. A következő az a pszichológiai megközelítés. Jó. Szóval ez különböző dimenziók mentén értékeli az életkort. Az első, hogy hány évesnek érzi az ember magát. A másik, hogy hány évesnek néz ki. Ugye itt a genetika is közrejátszhat. A másik az, hogy milyen tevékenységek elvégzésére képes, vagy mire van indítatása, milyen tevékenységeket szeretne csinálni, ez lehet például sport. Az utolsó pedig, hogy az adott életkori csoporthoz, most ebben az esetben az idősekhez mértem, milyen érdeklődési köre van a személynek. A következő a szociológiai megközelítés, vagy társadalomtudományi megközelítés. Ez úgy írja le az időskort, mint különböző társadalmi, családi, környezeti és egészségi állapotban bekövetkező változások sorozata. Például a munkaviszony megszűnése, az ezzel járó jövedelemcsökkenés, egészségromlás, teljesítménykorlátozottság, vagy lakóhelyváltoztatás, a gyerekek elköltözése, a nagyszülői szerep és a partner és barátok halála. Tehát ez jól látszik, hogy egy kivételével ez kifejezetten negatív megközelítés. Tehát úgyis
lehetne leírni, hogy a veszteségek korszakaként írja le az időskort. Viszont szerencsére van, aki elkezdett foglalkozni, hogy hogyan lehetne pozitívabb megközelítésből hozzáállni az időskorhoz. Ebből lett az úgynevezett aktivitáselmélet. Én próbálkozom a mikrofonnal. És erről majd bővebben fogok beszélni a későbbiekben. De mielőtt áttérnék az aktivitás modellre, vagy az aktív időskor modellre, először beszélnék egy kicsit az időskori elmagányosodásról, mert az sokakat érinthet a mai világban. Pontosabban elmondható az, hogy a társas magány az korunk betegsége, és nem csak az időseket érinti, bárkit érinthet a mai világban. Hiába vagyunk körülvéve emberekkel, akár az online világban, sokkal könnyebben érezhetjük magunkat magányosnak. És fontos kiemelni, hogy az egyedüllét az nem egyenlő a magánnyal, az egyedüllétet azt általában választjuk, főleg, hogyha mondjuk már túl vagyunk terhelődve társas ingerekkel, akkor jó egy kicsit feltöltődni, míg a magány az általában nem önkéntes alapon működik. Pont ebből adódóan a magányérzése szubjektív, és nem az számít, hogy hány ember vesz minket körbe, hanem hogy milyen a minőségünk, vagy minősége ennek a kapcsolatnak, és hogy milyen az együtt töltött idő. És fontos azt is kiemelni, hogy a testi és lelki állapotok azok kölcsönösen meghatározzák egymást, és pont ezért a hosszú időn át tartó magány az magas egészségügyi kockázattal járhat, például megjelenhet akár fizikai fájdalomban, vagy akár a különböző betegségek kockázatát is megemelheti, és mindemellett megemelheti a depresszió, a szorongás, és akár a demencia kockázatának lehetőségét. Akkor röviden beszélnék még a memóriazavarokról, mielőtt áttérnék a pozitívabb részhez. Egyáltalán mi az a memória? A memória az a képesség, hogy valamit meg tudunk jegyezni, azt fel tudjuk idézni, és tehát el tudjuk raktározni. Attól függ, hogy mondjuk másodpercig, vagy pár percig, órákig, vagy akár hosszabb ideig tudjuk ezt megegyezni, beszélhetünk rövid, közép és hosszú távú memóriáról. És ha belegondolunk, egészséges körülmények között is több tényező is befolyásolhatja a memóriánkat, például, hogy mennyire vagyunk fáradtak, milyen a hangulatunk, és az érdeklődési körünk is befolyásolhatja. És az fontos, hogy a memóriazavar, vagy bármilyen memória probléma nem jelenti automatikusan, hogy valamilyen betegség áll a háttérben. Megjelenhetnek életkorral összefüggő változások, tehát azt tudjuk, hogy életkorral csökken a tanulás gyorsasága, a tanultak felidézése, vagy akár átcsoportosítása, és tehát folyamatosan gyarapszik az ismeretanyagunk, az élettapasztalatunk, és ezt máshogy kezdjük el egységbe olvasztani. Tehát itt több elmélet is arról szól, hogy a memória az nem romlik idővel, hanem csak átalakul, hogy máshogy működik. A következő memóriazavar az enyhe kognitív zavar. Itt a figyelem és a koncentráció csökken, akkor a beszéd zavarosabb lesz, a gondolkodás is romlik, és ez a páciens vagy a személy környezetének feltűnhet, viszont még a mindennapi életben nem számottevő problémát okoz. És a jól ismert, tehát ilyen rutin cselekvésekben is nehézségek jelennek meg, mint például a főzés vagy az autóvezetés, és az fontos, hogy ez nem egy különálló betegség, ez egy tünet együttes. És úgy is fogalmaznak ezzel kapcsolatban, hogy a szellemi hanyatlás előszobája. Ez olyan szempontból fontos, hogy ilyenkor a leghatásosabb a kezelés vagy a megelőzés, tehát ilyenkor érdemes elcsípni. A következő a demencia. Itt a közelmúltban történtek visszaidézésének, új dolgok megjegyzésének a nehézsége áll fenn, ugye a figyelem és a koncentráció romlás is megjelenik, itt is nehezebb lesz az összetett feladatok elvégzése, és ami fontos, hogy az érzelmek is tompulhatnak idővel, érdektelenség, felszínes érzelmek jelenhetnek meg, és gyakran megjelenhet depresszió. Megváltozhat a magatartás is hosszabb távon, akár az önálló életvitel képessége is eltűnhet, ez már a súlyosabb esetek során is a legvégén a kontrollvesztés, a teljes kontrollvesztés az életünk felett. És akkor még végezetül itt az Alzheimer-korról tennék említést, ugye 60-70%-ban
lehet a demencia háttere, és hasonló tünetei vannak a demenciával, viszont a beszéd, a mozgás és a gesztikuláció az tovább megtartott, inkább az olvasás, írás, számolás használatának képessége romlik. Jelenleg, tehát a jelenlegi tudásunk szerint visszafordíthatatlan, de nem befolyásolhatatlan állapot. Különböző védő tényezők lehetnek, a megtartott szellem és fizikai aktivitás és az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás, ezzel kapcsolatban majd még lesz előadás. És még röviden a kezelésről, hogy egy neurológus vagy pszichiáter doktor segítségével, akár a házi orvos, családorvos is, tehát ilyen közös csapatmunkaként lehet ezt kezelni, gyógyszerrel vagy pszichoterápiával, és ami még fontos, hogy 55 éves kor felett évenkénti demencia szűrés javasolt. És akkor, hogy ami egy kicsit jobban kötődik az én munkámhoz, ugye, tehát itt az EFI irodában prevenciós munkát végzek, tehát én inkább a megelőzés részére tudnék, nem az orvosi kezelés részére természetesen, hogy milyen prevenciós lehetőségek vannak, hogy a memóriánkat egy kicsit karban tartsuk. Ez, tehát számtalan példa van, például így betűzni visszafelé a szavakat, fejben számolni, akkor, vagy új szavakat megtanulni, esetleg nyelvet tanulni, akkor emlékeket minél pontosabban felidézni, akár leírni, ugye naplóvezetés gyanánt, társas, keresztrejtvény, sakk, tehát számtalan lehetőség létezik ezzel kapcsolatban. És akkor, hogy most már egy kicsit pozitívabb vizekre is evezhessek, az aktív idősödésről szeretnék még beszélni. Tehát, ahogy már említettem, ez a legpozitívabb megközelítése az időskornak. És az időskori egészséget úgy írja le, hogy olyan fizikai, mentális és szociális jóléti állapot, amiben az autonómia, tehát önállóság és függetlenség megtartása a cél, vagy az a lényeg. És az a cél még emellett, hogy az idősödési folyamat minél optimalizáltabb legyen, tehát hogy biztonságos és támogató környezetet lehessen kialakítani az idősek számára, ezáltal pedig a lehető legjobb életminőséget tarthassa fenn a személy. Ami még fontos ezzel az elmélettel vagy megközelítéssel kapcsolatban, hogy elsősorban az egészséghez kötődő változások jelennek meg időskorban, de ha belegondolunk, az ilyen pszichés vagy lelki és társas kapcsolati szükségleteink nem változnak, éppen ezért nagyon fontos, hogy egy egészséges kapcsolati hálót tartsunk fenn, ennek egészségvédő hatása is van. És akkor még néhány alapgondolat az aktív idősödéssel kapcsolatban. Tehát az öregedés az természetes jelenség, a népesség öregedése világjelenség, az időskorúak értékes erőforrások a társadalom részére, és ami nagyon fontos, hogy az emberek nem egyformán öregszenek, tehát nagyon nehéz általánosítani, vagy egy vonalra felhúzni, hogy mindenki ugyanúgy öregszik. És ami még nagyon fontos, hogy a sikeres öregedés segíteni kell, és fel kell rá készülni. Tehát ez nem csak magától történik, hanem aktívan fel lehet rá készülni, ha odafigyelünk. És akkor még pár dolog, hogy hogyan lehet megőrizni a lelki egészségünket, vagy visszahozni akár. Vannak belső és külső védőtényezők. A belső védőtényezők az például az érzelmi rugalmasság, hogy hogyan tudunk megküzdeni egy adott nehézséggel, vagy új helyzettel. A testi egészség, akkor hogy milyen az önbecsülésünk, hogy pozitív az én képünk, tehát hogy tisztában vagyunk-e a pozitív tulajdonságainkkal, elfogadjuk a negatív tulajdonságainkat, vagy éppen fejleszteni szeretnénk rajtuk, akkor hogy képesek vagyunk-e a konfliktusainkat kezelni, vagy éppen elmenekülünk előlük. Akkor a tanulási képesség, vagy hogy hajlandóak vagyunk-e új ismereteket szerezni, hogy meg tudjuk-e élni, vagy meg tudjuk-e tapasztalni a szeretet érzését, és hogy a kommunikációs képesség az hogyan alakul, tehát hogy képesek vagyunk-e nyíltan kommunikálni. A külső védő tényezők pedig, hogy minden alapszükséglet fennáll-e, hogy ki van elégítve minden ilyen szükséglet. Ami még fontos, hogy az észlelt támogatás megvan-e, tehát ez azt jelenti, hogy kapunk támogatást, de hogy mi azt így észre is vesszük és hasznosítjuk-e azt a segítséget. És ami még itt kiemelendő, hogy fontos, hogy a személy szükségletéhez igazodjon ez a társas támogatás. Tehát például, ha valakinek érzelmi segítségre van szüksége, akkor mondjuk az ilyen tárgyi vagy financiális, tehát pénzes segítség nem fog segíteni, és fordítva.
a foglalkoztatottság, vagy hogy érezze azt a személy, hogy még hasznos része a társadalomnak, és a biztonságos környezet, akár érzelmi biztonság, akár fizikai biztonság, hogy megjelenjen. És akkor még a végén annyiról beszélnék, hogy hogyan lehet ezt az aktív idősödést elérni. Az nagyon fontos, hogy keressünk egy olyan közösséget, ahová tartozhatunk, ahová eljárhatunk. Tehát minden embernek szüksége van valamilyen szinten az, hogy érezze az, hogy valahová tartozik. Segíthet még a rendszeresség, tehát hogy eljár valahova, és hogy ez ad egy plusz rutint az életébe, vagy egy struktúrát. Ez lehet könyvklub, kirándulócsoport, nyugdíjas klub. Fontos, hogy tanuljunk új dolgokat, ez akár lehet nyelvtanulás, vagy különböző technikai eszközök, számítógépes ismeretek elsajátítása, akár hogy egy kicsit a finom motoros készségek is fejlődjenek, kézműves tanfolyamok, és ez abban is segíthet, hogy akár tehát az érdeklődési körünk mentén könnyebb kommunikálni másokkal, tehát ismerkedni is lehet ilyenkor. Eddig még csak arról beszéltem, hogy lehet új ismereteket, meg új embereket megismerni, de az is fontos, hogy a meglévő kapcsolatainkat se hanyagoljuk el. Tehát szervezzünk közös programokat, és az is fontos, hogy kezdeményezzünk és hívjuk meg másokat, ne csak arra várjunk, hogy minket keressenek. Ami még így akár a társadalmi hasznosság érzését is keltheti, hogyha önkénteskedünk különböző helyeken. Ez megint csak jó ismerkedési lehetőséget is ad, és tényleg a hasznosságunkat is érezhetjük ezáltal. És végezetül a testmozgás, tehát ezt gondolom nem kell annyira kifejteni. Fontos a testi és lelki egészségünk szempontjából, és ez is remek ismerkedési lehetőség vagy közös program. És akkor köszönöm szépen a figyelmet. Megpróbálnám mikrofon nélkül, jó? Hogyha nem sikerül, akkor megyek a mikrofonhoz, de így egy kicsit kötetlenebb vagyok. Meg általában ő azt szokták mondani, hogy én már megtanultam hangosan beszélni, abból adódóan, hogy az egészségfejlesztési irodában, amikor dolgozom, akkor sokan jönnek ugye idősebbek, akik már esetleg nem jól hallanak, és hozzászoktam ahhoz, sőt olyannyira hozzászoktam ahhoz, hogy hangosan beszélek, hogy hazamegyek a 21 éves fiamhoz, szólok hozzá valamit, anya, hazaértél, úgyhogy tulajdonképpen, ha így ez a hang nem jó lesz, akkor tartanám magam ehhez is. Én nagyon köszönöm a felkérést, hogy lehetőségem van dietetikusként részt venni egy ilyen előadáson. És amikor ideültem, akkor rendkívül, tehát nagyon izgulós vagyok egyébként. És amikor Anikó szavait meghallottam, amikor azt mondta, hogy a rágás fontossága, hogy rágjuk meg a falatot. Egészen pontosan 32-szer rágjuk meg a falatot egyébként. Éreztem azt, hogy jó helyen vagyok, és nagyon köszönöm ezt a bevezetést az én szakmámhoz. Amiről én beszélni szeretnék, az tulajdonképpen három oldalról lehet megközelíteni az étrend szempontjából magát a betegséget. Részben a megelőzés szempontjából, tehát hogyan tudjuk megelőzni. Részben olyan szempontból, hogy amikor már szembesülünk a betegséggel, szembesülünk a tünetekkel, a különféle memóriazavarokkal, ezt majd utána részletesen ki fogom fejteni, hogy ez mit is jelent. Illetve amikor van egy alapbetegségünk, ugye az elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, különféle betegségek, azok hogyan fognak kapcsolódni majd az Alzheimer-kórhoz? Tehát hogyan fogják azt befolyásolni? Első körben ugye az immunrendszert vetítettem ki, és hogy miért is az immunrendszerünk az tulajdonképpen az egészségünknek a mencsvára. És hogyha az immunrendszerünk nincs rendben, akkor betegségeknek vagyunk ugye kitéve. Az immunrendszerünknek viszont a 70-80%-a a tápcsatornában van. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy a tápcsatornánk megfelelő szinten működjön, amikor azt mondom, hogy tanuljunk meg vizet inni, tanuljunk meg rágni, tanuljunk meg 32-szer rágni, vagy a léttudatos táplálkozás az, hogy tudatosan együk meg fogyasszuk el azokat az ételeket, ami a szervezetünk számára jó lesz. És ezeket pozitív gondolkodással fogyasszuk el, tehát higgyünk abba, hogy ez jót fog tenni számunkra.
Viszont nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy tudjuk azt, hogy nincs rossz étel, csak rosszul összeállított étrend. Tehát mindenki effektív megeheti azt, amit szeretne, vagy amit szeret, csak nem mindegy, hogy milyen formában. És akkor jön elő a konyhatechnológia, hogy hogyan fogjuk elkészíteni az ételeket, ki fogja számunkra elkészíteni az ételeket, és mindjárt akkor már be tudok kapcsolódni abba a körbe, hogy mi van akkor, amikor már a betegségnek a tüneteit tapasztaljuk meg. Amikor észrevesszük azt, akár hozzátartozó, vagy akár maga az egyén fölismeri azt, hogy nem tudom, hogy mikor ettem. Nem tudom, hogy mikor ittam. Egyébként maga az, hogy mikor ittam vizet, az nagyon sokszor nem kell hozzá tünet. Az emberek hajlamosak rá, hogy elfeledkeznek arról, hogy igyunk vizet. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha már megelőzésképp, tehát az életmódunkat úgy éljük, hogy megtanultuk azt, hogy napi szinten 8 pohár vizet megiszok, reggel, amikor fölébredtem, akkor meg 2 pohár vizet megiszok, akkor biztos, hogy a vízbevitelem meg lesz, és tudatosan beépítem az étrendembe, vagy a mindennapjaimba. Tehát amikor azt mondom, hogy akkor minden étkezés előtt megiszok egy pohár vizet, ha arra gondolok, hogy enni fogok valamit, először megiszok egy pohár vizet, mert lehet, hogy csak szomjas voltam. Akkor abban az esetben nagyon jól fogok tudni együttműködni saját magammal, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy saját magammal rendben legyek, tisztában legyek, és azt mondjam, hogy oké, rendben, megcsináltam ezeket a dolgokat, minden rendben van, pipa, ugye úgy van. Az immunrendszerünket azt gyakorlatilag így ezáltal tudjuk befolyásolni, hogy egy tudatos táplálkozást fogunk kialakítani. Inzulin háztartás. Ugye a cukorban gazdag étrend és a folyamatosan fennálló magas vércukorszint is megágyazhatja az Alzheimer-kor kialakulását. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ha már inzulinrezisztenciáról beszélünk, ugye, hogy miből is alakul ki, hogy alakul ki ez az inzulinrezisztencia. Elhízás kapcsán gyakorlatilag szövődményként vonja maga után inzulinrezisztens a kor előre haladtával, mindenkinek az érzékenysége úgymond működés szempontjából más-más lesz. Tehát hogy saját egyének vagyunk, mindenkinek más-más a tűrés határa. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit bár nem kimondottan ehhez a betegséghez kapcsolódik, de szeretnék kiemelni, hogy annak idején azt mondtuk a cukorbetegeknek, hogy napi ötszöri étkezés. Együnk minél többször kevesebbet. Vagy azt mondtuk egy testsúlykontrollnál, hogy egyél többször kevesebbet. Most már nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy amennyire étkezésedre szükség van. Legyen a 3 főétkezésed meg, legyen reggelid, ebéded, vacsorád, és utána ahhoz mérten egy ilyen cirkadián körritmus tulajdonképpen az életünk, amiben megint Anikónak a szavaihoz visszakapcsolódnák, amikor azt mondta, hogy az alvás minősége. A pihentető alvás, hogy meglegyen, ugye? Tehát a pihentető alvás, ha nincs meg, akkor ráadásul egy leptin nevű hormon elkezd termelődni a szervezetbe, és ezáltal kaput nyitunk mi saját magunk annak az útnak, hogy elhízottak leszünk, testsúly feleslegünk lesz. Ezért nagyon-nagyon fontos a pihentető alvás. Ebben a cirkadián ritmusban pedig be tudjuk saját magunknak állítani azt, hogy 6 órakor vacsoráztam, 8 órakor lefekszek aludni, 9 órakor már mondjuk alszok is, és akkor belülöm azt a minőségi pihentető alvást, hogy meglegyen. És az ne azzal teljen, hogy akkor föl kellettem pisilni, mert este 6 órakor elfelejtettem, hogy nem ittam meg a napi vízmennyiségem, és akkor gyorsan belém magamban öntök fél liter vizet, akkor éjszaka föl kellett pisilni. És ha már fölkeltem pisilni, akkor lehet, hogy azt fogom érezni, hogy éhes vagyok. És akkor valamit eszek is. Tehát, hogy gyakorlatilag itt ez nagyon-nagyon nagy hangsúly van mi saját magunkon, hogy ezt hogy fogjuk tudni rutinosan megcsinálni magunk számára. A másik nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy miért ne együnk többször kevesebbet. Gyakorlatilag, mert minden egyes étkezés esetében az fog velünk történni, hogy a szervezetünktől követeljük azt, hogy termelje az inzulin. És mi saját magunk kifárasztjuk a szervezetünket. Lehet, hogy nekünk nincs szükségünk uzsonna étkezésre, mert úgy van belőle a két étkezésünk, hogy ott 2-3 óra telik el. Akkor nem kell egy fölösleget oda belülni. De nagyon-nagyon fontos például az, hogy a nyers gyümölcsöt azt akkor fogyasszam el, hogy étkezés előtt egy 20 perccel, vagy az étkezések közt egy másfél órával. És akkor már mindig ezek egy ilyen kis apró kis nüanszok, amit az ember az életével ugye kialakít. Viszont, hogyha ezt tudatosan így éljük, és már most elkezdjük ugye kialakítani, akkor abban az esetben gyakorlatilag, amikor a
memóriazavar kezd kialakulni, akkor ezeket az ismételt folyamatokat emlékezni fogunk rá. Belénk rögzül, hogy ezt így csináltam, így csináltam. Ugye nagyon sokszor, édesanyám 85 éves, nagyon sokszor a 30 évvel ezelőtti dolgokra emlékszik. De nem emlékszik rá, hogy tegnap előtt mit csinált. Tegnap előtt mit mondott nekem. Viszont hogyha őt, és hát abban a szerencsés helyzetben van ő, hogy én dialektusként annó, tehát hogy rá erőszakoltam és megtanítottam bele az elveket, őnála belőződtek ezek a dolgok, hogy akkor teljes kiöldésű kenyeret eszel, vizet iszok, stb. Stb. És ezek a dolgok megmaradnak benne. A következő, amikor a túlzott koleszterinbevitelről, ha beszélünk, túlzott koleszterinbevitel esetében emlékezetzavar alakulhat ki. Tehát ez is ilyen szempontból megelőzésként nagyon-nagyon fontos dolog, hogy miért ne együnk húst hússal. Például, hogy miért fontos erre odafigyelni. Ugye ezt nem kell említenem, a tojás elmélet az már ugye megdőlt, tehát nem arról van szó, hogy akkor most nem ehetünk tojást, hanem a normál, a mennyiség, minőség figyelembevételével történő fogyasztások. Illetve hát van egy belső koleszterin termelés is a szervezetben, hogyha túlzottan megvonjuk, akkor a belső koleszterin termelés fog megindulni. Tehát nagyon-nagyon fontos mindig, hogy az adott szakmai elvek alapján tudjunk menni, hogy tudunk menni, hogyha a dietetikus segítségét kérjük. Itt ragadnám meg az alkalmat, a reklám helye, egészségfejlesztés irodába bármikor lehet jönni, ingyenes tanácsadás, dietetikus tanácsadásra van lehetőség. Aztán ugye az elhízás az egy ismert rizikófaktor számos betegségben, ugyanúgy az Alzheimer-kor esetében is. Ugye az emlékezetzavar, amiről beszéltem. Mikor ettem, mennyit ettem, mennyit ittam, mikor ittam, bevettem-e a gyógyszerem, hova raktam az ételt, amit főztem, mikor főztem meg, stb. Stb. És egy nagyon-nagyon fontos dolog, amikor a hozzátartozónak a felismerése. Ezt figyelemmel követni és nézni, figyelni, hogy milyen állapotban van a hozzátartozó, a családtagom, az édesanyám. És akkor tulajdonképpen akkor elővehetjük azt is, amit, tehát jó magam is sajnos így a gyakorlatban meg kell tanulnom, vagy hozzá kell szoknom, hogy gyakorló anyuka leszek. Olyan formában, hogy amikor az édesanyám engem megtanított enni, megtanított dolgokra, én ezt most, amikor ilyen időszakba kerül, vagy eljött, akkor gyakorló anyukánként ezt újra visszapróbálom neki tanítani. Odafigyelek rá, hogy akkor megígye a vizet, odafigyelek rá, elmegyek, megnézem, hogy az ételt eltette, elpakolta-e, betette a hűtőszekrénybe, bezárta-e az ajtót, stb. Stb. Tehát ez nagyon szorosan hozzá fog tartozni a szülőnek, vagy a családtagnak, vagy a paciensnek a gyakorlatilag az életvitele. Onnantól fogva mi leszünk azért felelősek, hogy ő hogyan tudja a minőség életét megélni. Mert abban a pillanatban, hogyha nem tudja elfogyasztani az adott ételt, nem tudja bevenni a gyógyszert, akkor ő neki az a betegsége fokozódni fog, és gyakorlatilag az életminősége, ami még hátra van neki, azt azzal mi rontani fogjuk, hogyha ebbe nem játszunk szerepet és nem segítünk benne. Az immunrendszerünk az gyakorlatilag hogyan tudjuk az immunrendszerünket erősíteni. Hát ugye a helyes változatos táplálkozással, Anett is ugye itt említette az egészséges táplálkozás fogalmát. Egészséges táplálkozás fogalmát én annyival egészíteném ki, hogy a léttudatos táplálkozás fogalmat. Tehát, hogy tudatosan eszem meg, amit megeszek, a saját lelkem érdekében eszem meg, fogyasztom el, ugye mennyiség-minőség figyelembe vételével. A testsúlykontrollt, ha indítok, akkor nagyon-nagyon fontos a SMART célnek a kialakítása, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt látszik is ez a négylábú szét, hogy amikor úgy alakítom ki a céljaimat, hogy a számomra kedvező legyen, de egészséges legyen a számomra. Tehát, hogy nem Marika néninek a testsúlykontroll tablettájára, étrendkiegészítőjére mondjam azt, hogy az nagyon jó lesz, vagy a káposztakúra, tojáskúra, stb. Stb. Hanem egy egészséges célt próbálja kialakítani. Ezt szintén a dietetikus segítségével össze lehet hozni. Itt a négylábú szétnek az elemei.
Ott az alsó széket azt látjuk, hogy tulajdonképpen ez az alsó szék, ami olyan érdekes, meg olyan dizájnos, de ne ezt válasszuk, mert az ugye nagyon könnyen meginokhat, hanem ez a határozott négylábú széket célszerű választani, ahol gyakorlatilag mi ott ülünk a széken, és akkor ott van az egészség fogalma, és ott körülötte ugye mit találhatók, tehát táplálkozás területén a hazai táplálkozási ajánlás, az okostányért kiadvány, tehát az életmódunk, a testmozgás, hogy rendszeresen mozogjunk, tehát az a másik láb, aztán a segítség, az orvosi tímmunka, az orvosi segítség, ami körülöttünk van, illetve maga a pszichés életünk, hogy hogyan éljük meg a dolgokat, tehát ez a fajta segítség is. Ugye a négy lábú széken, hogyha ülünk és megvan minden láb, akkor biztosan ülünk. Ha egy láb hiányzik, akkor még el vagyunk rajta, de abban a pillanatban, amikor már két láb kiesik, akkor abban a pillanatban a szék az össze fog dőlni. A tudatos táplálkozás, az, mint említettem, a hazai táplálkozási ajánlás, az okostányért kiadvány, amiben gyakorlatilag mennyiségileg, minőségileg lévő korlátozás van leírva, a vízivás jelentősége, nyerzöldség, gyümölcsnek a fogyasztása, a napi 8 pohár víznek a javaslata tartalmazza. Sokszor megkérdezik tőlem, és sokszor felmerül a kérdés, hogy étrendkiegészítőket használjuk, ne használjuk, mi a véleményem róla. Nagyon-nagyon fontos tudni, hogy az étrendkiegészítők esetében mindig célszerű kikérni az orvosnak a véleményét, és mindenféleképp, hogyha bármilyen étrendkiegészítőt szedünk, akkor a mellé a vízfogyasztás nélkülözhetetlen. Tehát, hogyha nincs meg a vízfogyasztásunk, akkor ezek az étrendkiegészítők beragadnak a szervezetbe, salakanyagként be fognak ragadni, és nem tudják kifejteni a hatásukat. Illetve a gyakorlatban az, hogy akkor a multivitamin, tehát nem javasolnám semmiféleképp az, hogy multivitaminokat szedjünk, mert a multivitaminnak a fogalma az, hogy gyakorlatilag mindenből egy kicsit, hogyha fogyasztunk, tehát mindenből csak egy kicsi van benne. Viszont, hogyha célirányosan gondolkodunk, akkor elsősorban a páfrányfenyő, a ginkó, az tulajdonképpen a vérellátást segíti az agyba, antioxidáns hatású, illetve memória javulást idézhet elő, de ez annyira személyre függő, személyre szabott, hogy annyira függ azon, hogy milyen készítményről van szó, tehát mindig azért csak hiteles terméket vásároljunk meg, és ugyanez vonatkozik a vitaminok szempontjából. Ugye még mi az, amit így fölemlíthetünk, C, E, B vitaminok, a Q10 például. Ezek szempontjából is például fontos azt tudni, hogy önmagában a C-vitamint szedünk, az úgy ásványanyag nélkül, tehát a C-vitamin és a cink együtt jár. Tehát olyan készítményt célszerű választani, amiben megvan a C-vitamin és megvan a cink is gyakorlatilag, mert a egymással tettőnél, tehát nem tud beépülni egymás hiányában, és ezért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A D-vitamin az, amit a házi orvos ugye fölír, és akkor azt gyakorlatilag olyan szinten, hogyha azt mondja, úgy ítéli meg, hogy folyamatosan kell szedni, akkor folyamatosan kell szedni, egyébként meg pedig a nyár, tehát május és október közötti időszakban lehet ugye belőle szünetet tartani. Az ételgyegészítők szedésénél nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy kúraszerűen szedjük. A kúraszerűség pedig azt jelenti, hogy 3 hónapig szedem, utána pedig 6 hónapot kihagyok. Viszont azt a 3 hónapot akkor folyamatosan célszerű szedni, tehát hogy nem jó, hogy 1 hónapig szedtem, 2 hónapot kihagyok, 1 hónapig megint szedtem, 2 hónapot kihagyok, hanem akkor kúraszerűségben, tehát szedtem a 3 hónapig, utána pedig 6 hónapot kihagyni, mert ezekben vannak különféle vivőanyagok is, amik a szervezettel felszaporodhatnak, illetve a vízhiány nélkül. Néptudatos táplálkozásban, hogy természetes úton szedjük ugye a C-vitamint, csipkebogyóba, cékla, paprika, alma, karkió, retek, kelbimbó, narancs, citrom, paradicsom, spenót, őszibarac, sárgarépa, tehát sorolhatnánk ugye szépen a C-vitamin ellátottságunkat. Aztán E-vitamin például napraforgó magba, hámozatlan mandulába, hámozatlan szállított bogyóba, földi bogyóba, mangók,
és ilyenkor szokták tőlem megkérdezni, na, de hát ezek nagyon-nagyon magas kalóriatartalmúak. Hogy csinálja, mit csinálja, mit tegye. Nagyon-nagyon fontos dolog itt például az, hogy ha szeretem, ne vonjam meg magamtól, viszont tudjam azt korlátozni, hogy ne az legyen, hogy a tévé elé leültem, és akkor egy csomaggal megettem, hogy ez tipikus, hogy akkor addig eszem, amíg el nem fogy. Tehát én is annak ellenére, hogy dietetikus vagyok, én is persze estem ilyen hibákba, én addig szoktam el a szotyolát ugye rábogatni, törni, amíg már nyelvem a sótól, és ugye a sós napraforgótól már teljesen kicsípte, és már fáj, és akkor na de elfogyott a csomaggal. És ez micsoda élmény. Tehát hogy ezeket az úgymond idézőjeles rossz szokásokat, ezt valahogy saját magunknak tudni kell kontrollálni. Ha tudom azt, hogy nem tudom megállni, akkor ne vegyek 20 dekásat, akkor csak vegyek egy 6 dekásat, és akkor azt, ha megettem, megettem. Vagy ne tartsak otthon, és hogyha ha mégis megkívánom, akkor el kell mennem a boltba. Tehát, hogy mozognom kell érte, és akkor tudom fogyasztani. Tehát ezek a dolgok ugye a minőség szempontjával kontrollálva lesznek jó ételek. Ásványanyagok, a szelén és a cink, az gyakorlatilag az E-vitamin a szervezetben segíti felszívódni. Abban az esetben, hogyha hiány szenved a szervezet, akkor influenzás tünetek alakulhatnak ki. Aztán a Q10 és a B-vitaminoknál gyakorlatilag a legjobb források ugye a húsok, marhahús, sertéshús, belsőségek, máj, szív, és akkor utána ugye megint előjön, hogy de hát a koleszterin, meg a purin, hát akkor most mi van, vagy mit csinálja, hogy csinálja. Itt is fontos az, hogy a mennyiség, minőség, konyha technológia szempontjából előfőzök valamit, főzőlevét elöntöm, 50%-os veszteség. És már mindjárt tudom használni. Vagy készítek egy egytál ételt, amiben ugye benne van a kusika is, de benne van a zöldség, palócleves, buzsáki tányéros, és akkor benne vannak a karfiótól kezdve, csemegeugorka, zöldbab, tehát hogy ez a újfajta, hogy konyha technológiát megtanulok. És ez, hogyha tudatosan már most megtanulom, bennem van, akkor abban az esetben, amikor már kezd el felejtenyezkedni, tehát hogy rutinossan csinálom, és a rutinos dolgaimat, teendőimet azért sokkal hosszabb távon tudom megőrizni, mint azokat, amiket meg se tanultam, vagy meg se csináltam. Aztán a víz, hogy belülről miért, nagyon-nagyon fontos a vízírás jelentősége, a víz a legjobb szomjoltó. És akkor egy kicsit a mindennapjainkba, ugye a kis lótifutik vagyunk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy átértékeljük ezeket a dolgokat, hogy megnézzük annak érdekében, hogy a betegségek ne alakuljanak ki, és ezáltal kihúzni azt az időt, hogy ne alakuljon ki az Alzheimer-kor, ne alakuljanak ki memóriazavarok, stb. Ezt hogyan tudjuk küszöbölni? Én szoktam mondani, hogy nem ezzel fogjuk tudni, tehát hogy higgyék el, hogy nem ezzel, mert a hölgy is ott nem azért olyan csinos, és mert hogy a proteinséget fogyasztotta állandóan, hanem rengeteg testmozgás áll mögötte, és gyakorlatilag neki üzlet van abban, hogy ezt a terméket eladja. Nem ezeken fog múlni az életünk, hogy ezeket megvesszük számunkra, saját magunknak, hanem hogyha 7 nap alatt egészségesebben megkérdezzük önmagunktól, hogy iszol-e eleget, iszol-e eleget. És akkor megérzékeljük azt, hogy akkor oké, akkor megvan a napi pár pohár vizem, és a napi pár pohár vizet a hosszú életért, akkor innentől fogva elfogyasztom, tudatosan beillesztem az étrendembe. És itt már mindjárt elindul a légtudatosság, tehát itt tudatosan fogunk táplálkozni az életmódomat élni. Immunrendszerünk védelmében célszerű probiotikumot alkalmazni. Nem szoktam tudatosan, nem szoktam márka nevet mondani, nem az a lényeg, sőt egyébként, hogyha kúraszerűen fogyasztunk probiotikumokat, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy hónapig használunk, utána 2 hónapig nem, tehát negyed évente megismétlek egy kúrát tulajdonképpen, akkor célszerű váltogatni a probiotikumokat, mert mindegyikben más-más bélflóra törzs van benne, viszont ez nagyon-nagyon fontos a maga az emésztési folyamatban, illetve az immunrendszerünk erősítésébe, kialakításában. A salattalanítás az gyakorlatilag az a fogalom, hogy a bélfalba megtapadt anyagokat ki tudjuk ugye üríteni, és az nem egyenlő a méregtelenítő, nem méregtelenítő teákról beszélünk, hanem a maga a vízivásról, hogy az a bélfalba. A reggeli kávénak az elfogyasztása ne így 4 óra történjen, ugye
egy kis kekszet együnk mellé például. Aztán a színes túrmixoknak a jelentősége, a színekkel játszadozni, napinyitó rendelítása házilag elkészítve, saláta elkészítés. Itt a kis képeket, ahogy felvetítettem, ezt körülbelül egy 5 perc alatt meg tudjuk magunknak csinálni. De csak abban az esetben, hogyha otthon ezek a dolgok megvannak. Tehát létudatosabb bevásárlista készítése, ezek a nyersanyagok legyenek otthon nálunk, együnk több teljes kiövésű gabonát, a színeknek a varázsa, hogy mennyire fontos, ugye sárga a szépség, zöld méregtelenítés, narancs a rák megelőzése, szív, lehat a piros szín, lila színünk, ami itt is szerepel, ugye a lila szín, a hosszú élet titka. Nagyon-nagyon fontos dolog. Például, hogy milyen, hogy lehet kombinálni a dolgokat, paradicsom, brokkoli, egy nagyon erős antioxidáns hatású, alma, szőlő, szíverősítő hatású, tehát hogyha ezeket kompozíciókat használjuk. Aztán az, hogy két hetente egy gyümölcsnapot, tisztító gyümölcsnapot lehet például tartani. Több gyümölcsöt, zöldséget tegyük az ételeinkbe, színesítsük, gazdagítsuk. Brokkoli, miért fontos a brokkoli? Szokták nekem mondani, hogy nem szeretem a brokkoli. És akkor én mindig mondom, hogy de én 10 évre tudok hozni, hogy miért egyene, vagy hogy kóstolja meg legalább a brokkolit, vagy próbálja meg elkészíteni egy kicsit. Tehát, hogy illesz-e be az érjen, és akkor 10? Igen, 10-et, és akkor a 5. már azt mondja, hogy megtőztem. Fontos dolog. A fűszernövények, hogy mennyire jó, gyógyító hatású, a gyógyító megelőző hatású, a fahéj, gyömbér például, ugye fertőtlenítő hatású, immunrendszer erősítő hatású, miért legyünk, fogyasszunk hagymát, nagyon-nagyon fontos dolog, gyömbéres csirke zöldség salátával. Ugye milyen guszta? Aztán fontos az, hogy kerüljük a cukor, tehérvíz kerülése, sózás kerülése. Gyakorlatilag ezek a fogalmak, hogy de ne vonjuk meg teljesen a szervezettől. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy teljesen ne vonjuk meg a szervezettől, mert akkor elustulnak az emésztőenzimek, és nem fognak úgy termelődni, és egy ilyen átmeneti érzékenységet alakítunk ki saját magunknak. Tehát nem kell abba hinni, hogyha valaki azt mondta nekünk, hogy hú, a tehérvíztet ne egyed. Mert ott nem lisztérzékenységről, meg lisztallergiáról van szó, hanem csak az, hogy teljes kiörlésű, tehát hogy tegyük teljessé az ételeinket, úgy szerepeljenek. Legjobb erre egyébként arra, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy vegyünk egy csomag nem étkezési buzakorpát, mert azt már ugye már kinőttük azt a korszakot, hanem egy teljes kiörlésű nagyszemű zabtejhet, és azt keverjük az ételeinkhez. Olajos magnak ugye nagyon jó hatásúak, és a testmozgás ugye, hogy nagyon-nagyon fontos a testmozgás is az életünkben. Ezekkel a dolgokkal gyakorlatilag mind megelőzhetjük a betegség kialakulását, tehát mint prevencióként, illetve a már kialakult betegségeket tudjuk ugye ezekkel a dietoterápiával kezelni, illetve már a meglévő memória zavar esetében pedig tudatosan arra koncentrálni, arra odafigyelni, hogy akkor ezeket hogy tudjuk bevinni az életünkbe azért még a továbbiakba is. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és egyébként tudták el, hogy ma a Kánc világnapja is van, és én Macsikától cselesen kértem egy pár fotót, mert én úgy hallottam, hogy itt a örömtánc is menő, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog és történet kiegészítője akár az Alzheimer-kor megelőzése esetében. Magáról az öröm szóról egyébként még egy film jutott eszembe, amit esetleg otthon meg tudnak nézni. Ez az Örömjárat, az a címe. Ott egy házaspár, egy idősebb házaspárról van szó, és a férfi az, aki Alzheimer-koros. A hölgynek is betegsége van egyébként, de nagyon szépen levetíti, tehát ott azért lehet azt látni, hogy milyen jelek vannak, tehát ennek a felismerése magának a betegségnek. Én nagyon-nagyon köszönöm még egyszer a figyelmet. A Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda szervezésében 10 alkalmas szülés utáni regeneráló tréning indult Kisteleken.
A várandóság és a szülés hatalmas kihívás elé állítja a nők szervezetét, ezért is fontos ez a komplex, regeneráló program, amely során az alapoktól indulva nyerheti vissza minden anyuka az egészségét. A várandóság és a szülés megviseli a hölgytársaink egészségét, azonban itt Kisteleken most van egy regeneráló program, ami segítheti őket. Mit lehet tudni erről a programról? Itt Kisteleken indult egy 10 alkalmas, 10 héten át tartó Fit Mami regeneráló program. Ez a program frissen szült anyukák számára lett megszervezve. Azért van szükség erre a programra, mert a szülés, a várandóság, ez mind nagyon megterheli az anyukáknak a szervezetét. Létrejöhetnek különböző mozgásszervi panaszok, például nyakfájdalom, derékfájdalom, hátfájdalom, keresőnti fájdalom, meg egyéb ízületi panaszok is. Ezen kívül felborul a szervezetben az idegrendszernek és az izmoknak a kapcsolata. Létrejöhetnek szervsüllyedések, a szalagoknak a megnyúlása miatt, és a gátizomzat is tud gyengülni, tud még a hasizmunknak a kötőszövete is meglazulni, ezért jön létre a szétnyílt hasizom, ez sok anyukát érint. Figyeljetek rá, hogy előre is, oldalra is, hátrafele is táguljon a mellkas. És hosszan kifúj. Erről a szétnyílt hasizomról egy picit szeretnék beszélni, hogy az egyenes hasizomnak a két része, ami eltávolodik. Az egyenes hasizom az egy jó nagy izom, úgymond innentől a szegcsonttól egészen a szeméremcsontig húzódik, és ennek a két oldala, ami eltávolodik egymástól. Erre szükség van, és ez minden várandóságnál megjelenik. Mindig ez az, amitől az anyukák a legjobban félnek, hogy szét ne nyíljon a hasizmuk, de szeretném őket megnyugtatni, hogy ez mindig előfordul. Erre szükség van, hogy a magzat elférjen a pocakban. Az, hogy ez milyen mértékű, azt meg lehet előzni, már magával azzal, hogyha várandósan olyan tornaprogramot végeznek az anyukák, ami egy kicsit jobban óvja őket, mert a várandósok lényegében bármilyen feladatot meg tudnak csinálni, de nem mindegy, hogy utána hogy fog rá reagálni a szervezetük. De tudnak ugyanúgy futni, tudnak ugyanúgy hasizmot erősíteni, viszont egy nagyobb ugrálással járó terhelés az gyengíti a gátizomzatukat, egy erősebb hasizomgyakorlat pedig fokozza a szétnyílt hasizmot. Ezért fontos már a prevenció, hogy már várandósan is olyan szakemberekkel kezdjenek el tornázni, erősíteni, akik oda tudnak figyelni ezekre a problémákra. Összekötjük a légzéssel, veszünk először egy nagy levegőt, lassan a hasunk, és kifújjuk a levegőt, feszítjük a halálhasizmot, közelítenek az ujjak egymás felé. A szülés után mikor lehet elkezdeni újra mozogni, sportolni? Mindig érdemes megvárni a 6 hetes orvosi kontrollt, és hogyha ott a nőgyógyászülő szülészorvos azt mondja, hogy lehet elkezdeni sportolni, akkor el is lehet komolyabban. Attól is függ, hogy most hüvei szülés volt, vagy császármetszés, mert császármetszésnél figyelni kell arra, hogy a heg is begyógyuljon teljesen. A mozgást úgymond már rögtön a kórházban szülés után el kell kezdeni. Mennek is gyógytornászok mindig a kórterembe, és egy ilyen alap légző tornát, gátizomtornát, egy átmozgatást, keringésjavítást már ott is elkezdenek. Amit az anyukák úgymond itthon tudnak a kórházon kívül tenni magukért, azt ugyanígy szépen lassan, fokozatosan kell fölépíteni, egy kis légzőtornával, átmozgatással kezdve. De hogyha valaki szeretne úgymond komolyabban sportolni, akkor érdemes felkeresni egy olyan szakembert, aki szülés utáni regeneráló tornával foglalkozik, és akkor így fel lehet építeni a legelejétől egészen addig, hogy akár egy erősebb aerobik edzésen is részt tudjon venni. Leszorítjuk a derekat, kifújjuk a levegőt, és lekopintjuk a jobb lábunkat lassan a talajra. Így hajlított térdet, és visszahozzuk. Beszéljünk is a programról, ez egy komplex regeneráló tréning. Miből áll ez a tréning? A legelső lépés az volt, hogy
felmértem az anyukákat. Volt először egy, úgymond egy beszélgetés, kérdéseket tettem fel nekik a szüléssel kapcsolatban, a várandósággal, meg az aktuális egészségügyi állapotukkal kapcsolatban. Kérdeztem, hogy mit várnak a programtól, és így aszerint építettem fel a programot, hogy mindenkinek az igényei szerint jó legyen. Utána volt egy mozgásvizsgálat része is, ott megnéztem a szétnyílt hasizmuknak a mértékét, meg az izmuknak az állapotát, meg az egészségügyi állapotukat is átbeszéltük. Ezután elkezdődött a tornaprogram, eddig 2 alkalom volt. Légzőtornával, gátizomtornával kezdtünk, meg alaphasizom erősítő gyakorlatokkal. Mekkora az érdeklődés a torna iránt? Nagyon gyorsan beteltek a helyek, jelenleg 20-an vagyunk a tornán, nagy igény volt rá. A Körúti Színház a tavaszi szezon utolsó előadását tartotta Kisteleken. A Bolond Lány című krimi vígjáték látogatott a városba. A Pikali Gerda, Koncz Gábor, Oroszi Tamás fémjelezte darab sok nézőt vonzott a művelődési központba. Itt vagyunk a Kisteleki Művelődési Házban, ahol a Körúti Színház utolsó idei előadása fog következni. Hogyan érezték magukat az elmúlt hónapokban itt Kisteleken? Mindig nagyon jól érezzük magunkat Kisteleken. Ez ugye a szezon utolsó előadása, tehát novembertől visszajövünk, ezt vehetitek fenyegetésnek nyugodtan. Mindig nagyon jól érezzük magunkat. Nagyon kedves közönség van, nagyon jó az egész ház. Ugye itt volt a fesztiválunk is egy évig, tehát az ember mindig most már, nem is tudom, rózsára nézek 10 éve, vagy mióta járunk mi ide? 8-9, nagyon régóta, és hát az ember ennyi idő után már hazajár. Tehát évi 3 alkalom, tehát hogy mit, 28-30-szor játszott, az, hát jó, persze, hogy jó, persze, hogy jó ide jönni. Beszéljünk kicsit a mai napról. A mai napon a Bolond Lányt, egy francia krimi vígjátékot fognak majd előadni. Mit lehet erről a krimi vígjátékról tudni? Hát ez egy francia darab. Ez ugye Domján Editnek volt legendás szerepe, a Bolond Lány. A Madács kamarában ment, aminek akkor még más volt a neve, amit most meg nem mondok, hogy mi volt a... Nem tudom, mi volt annak a szín, az nem jut eszembe. Ez neki volt nagyon nagy szerepe, és én nagyon akartam ezt a darabot megcsinálni. De én ugye mindig a társulatomra keresek darabot, és nem darabhoz társulatot, és várni kellett vele, amíg egyszer csak lett egy Pikali Gerdánk, mert ezt a darabot mintha neki írták volna, és ugye itt a másik nagy szerep, a Bolond Lányon kívül a vizsgálóbíró, ami a Madáskamarában Márkus László volt, nálunk először Kautsky Armand, és aztán ő egy, hát keresem a szót, nem kiöregedett, de hogy elment. Tehát ez egy nagyon fiatal bíróról szól ez a szerep, és nem volt annyira fiatal, és akkor megbeszéltük, hogy ezt egy fiatal kollega, Oroszi Tamás játsza tovább, és ők is nagyon jól stimmelnek egymáshoz, tehát nagyon jól működik köztük a darab, és hát aztán még a Haba tortán az Koncz Gábornak a szereplése, ővel 15 éve, amikor bemutattuk a darabot, akkor ő is egy nagyon snájdik fiú volt még, már akkor is 70 éves volt, de jó, most már azért bőven föl van a 80-on, és hát tényleg csak azt tudom mondani, most már utólag, mert hogy már ezt elmulasztotta, aki ezt látja és nem volt itt, hogy hát addig nézzük a Gabit, amíg lehet. És szerencsére még van kedve jönni velünk, és mindig azt mondja, hogy addig élek, édesem, addig élek, amíg játszom a színpadon, rajtunk nem múlik, most már ő azért nem ugrál úgy befelé, hanem 2 bottal jön, de ettől még a Kossuth Díjas és legtöbb magyar filmben játszott Koncz Gábor, azért a Koncz Gábor, tehát hogy, hát, hogy azért, na, tehát hogy bármilyen formában is, de nagyon jó, hogy itt van velünk, és nagyon jó a közönségnek, hogy itt van. Körúti Színház utolsó előadása pár percen belül elkezdődik itt Kisteleken.
a bolond lányt játsszák, és maga a bolond lány áll itt mellettem. Hogyan sikerült azonosulni ezzel a szereppel? Először is köszönjük a meghívást Kistelekre, legfőképpen, hogy én Hódmezővásárhelyi vagyok, úgyhogy nekem ez mindig jó egy kicsit közelebb kerülni, így ahol én születtem, az a szülőhelyemhez, úgyhogy nekem fontos Kistelek, úgyhogy nagyon jó itt lenni. A bolond lány... Én nagyon szeretem, mert valójában Zoli, Galambos Zoltán, aki a darabrendező és az igazgató is egyben, ő eléggé rám formálta ezt a szerepet. Én nagyon szeretem az ő humorát, és meg ő nagyon ismer engem, és így nem volt nehéz együtt dolgozni. Valójában a bolond lány nem bolond, mert ő pont, hogy a képzeletében szabad. Ahogy ő él, szabad. Kimondja, amit gondol, amit csinál. Abban a korban nem szabadott kimondani, hiszen minden más ember, aki ebben a darabban szerepel, bizonyos korlátok között él. Tehát nem mer kimondani dolgokat, elhallgat, titkol. Ő pedig mindent kimond. Tehát, hogy ő szabad az életében. Ettől hívják őt bolondnak, mert megengedi, hogy kimondhassa. Tehát ő így éli az életét, és ezért őt olyan furcsának gondolják a többiek. De szerintem pont, hogy ő nem az. Tehát ő él jól. Miguel és én behajtottuk az állatokat, a folyópartján mentünk, ekkor megbotottam egy kiálló gyökérben. Egyébként meg kell mondanom, hogy én bucomán sosem hordok úgy. Most sem! Felejtem! Az utolsó kérdésemet nem kell jegyzőkönyvbe. Pontosan melyiket is? Hát az, hogy most se! Húzza ki! A bugyis részt húzza ki! A hivatalos iratból csak úgy húzza ki valami! Húzza már ki a bugyit! Jó! És... Szóval... Meg. El is esett? Akarja, hogy megmutassam? Nem védekeztem. Nem is próbáltad lenni? Ne. Gondolom az alkalom a zsenge fű. Ó, szalma volt! Szalma? Szalma. Se megbánás, se lelki mordalás, érti? És mondja csak, hogy akarom a kliknek? Hát megesni. Van úgy, hogy utána nem örülök a dolognak, de közben meg mindig, különben nem tenném. Igen, mindig olyan kedves volt, mindig azt mondtam utána, hogy ilyen anyád, aki csinál! Ebben a darabban én vagyok a legöregebb versenyző. Úgy értem, hogy én vagyok, aki az eredeti szerepet játszom. Ezt a darabot én nagyon jól ismerem. Én ezt kétszer rendeztem is, a Madácsba, meg a Turai Színházba, igen. És hát sok emlékem van. Például a Madácsban a Lőte Attila játszotta a vizsgálóbírót, aranyos kollégám, és egyszer csak szólnak, hogy nekem, hogy menjek gyorsan a színpadra, mert Attila kiment a második felvonásba, és összeesett. Hát mondom, azonnal hívjuk az ügyeletes orvost. Jött egy aranyos kislány, mondom, drágám, nem is állok szóba magával, magának nincs a ridikülébe, más csak fogamzásgátló. Aztán nem, művész úr, hát mondom, akkor szóljon be a kórházba, hogy azonnal jöjjön a mentő Attiláért. Na, hát jött is a mentő, de Attila, ugye ő neki ilyen hosszú haja van, pár szál, a hónaljából fésül, és nem lehet hozzányúlni a hajához. Tóth Enikő játszotta a bolond lányt, már így csinált Attila. És akkor azt mondja, jött a Horesnyi Laci, meg a Lippai Laci, azt mondja, mert Attilának ez a rész, ahogy megizzadt, átesett a túloldalra. És akkor jöttek le ezek a Horesnyi meg a Lipai, azt mondja, ne lépj a szőnyegre, ugyanis a haja volt a szőnyeg Horesnyi szerint, és azt mondja, hozzál inkább masztixot, és fölszaladt, hozott masztixot, így bekenik
az ember fejét vele, és ráragadt iszonyatos képen. Na, elvitték az Attilát, és akkor ebben a darabban először volt a pécsi Vándor Éva, a feleségem, vagy a szeretőm, vagy én, a Bolond lányt is játszották többen, először a Stankai Józsi, meg a Hauman Petra, meg minden, csak mindegyik elment szülni, ugye? Én maradtam, mert én nem szülök. És Zoli mindig szólt nekem, hogy jaj, következő van, most szül az egyik lány, és a Stankai Orsi fogja játszani jövő. Hát mondom, Zolikám, ne engedd ezeket a lányoknak szexuális életet élni addig, amíg megy ez a darab. Na, hát mit mondjak még, gyerekek? Úgyhogy nem tudom, hányadik előadás azokkal, amiket én rendeztem, már több századikat játszom. De azért mindegyik színész, mindegyik partner valami másra, mást hoz ki az emberből. Nagyon szeretem a Gerdát, ő vele kollégák vagyunk, vagy voltunk az Új Színházban is. Úgyhogy az Orosz Tamás, nagyon szeretem, ő játssza a vizsgálóbírót. És végső fokon én ugyanazt játszom, amit, de azért itt van a szöveg, látjátok, át kell olvasnom, mert nem tudom, mikor ment utoljára. Zoli nagyszerűen csinálja ezt az egész színházasdit, mert nagyon sokat bíz a színészekre, és ő az egyetlen, aki idehoz fiatal színészeket, akik színész akarnak lenni színészek, és azoknak ad kisebb szerepet, nagyobb szerepet, végül bejátsza. Hát tulajdonképpen azt csinálja, amit mi abban az időben, gyerekkorunkban játszottunk, hogy mire az ember lediplomázott, addigra egy csomó, fölszedett egy csomó rutint, leste, nagyon, nagyon, nagyon szerettük az öreg színészeket. Most már én vagyok az öregem. Hát, igen, rengeteget tanult. Azok voltak a tanáraim, Várkonyi Ádám Ottó, és rengeteg filmbe is tudtam ezt használni, ugye 300 filmem van. Most például vasárnaponként megy a Névtelenvár a Dunán. Belenéztem múltkor is vasárnap. Olyan jó volt látni az embernek fiatalon magát. Jó van, édes. A Magyar Film Napját ünnepeljük egyébként a mai napon. Mit tanácsolna azoknak a fiataloknak, akik gondolkodnak, hogy esetleg a színészi pályát választanák? Hát tudod, méltósággal megöregedni, ez a legfontosabb képesség, amit én eltanultam és amit tudok. Ehhez tulajdonképpen, ehhez a pályához mérhetetlen... Págerral sokat játszottam a Víg Színházban, amikor ott voltam, és elcsórta egy szünetbe a könyvemet, a szövegkönyvemet, és beleírta azt, hogy mi kell a színészethez.
Na, érdeklődéssel olvastam. Egészséges önbizalom. Hiteled kell, hogy legyen, hogy elhiggyék, amit te játszol. És a végére odaírta, hogy mérhetetlen alázat. És Zsózsefa Antalinak egy másik szeretője is volt. Hey, Zsózsefa! Aki nem más, mint maga, Bóröver úr. Nos, és mit kell válaszolnom? Az igazat. Nagyon kellemetlen volna a feleségem tudomására. Nem feltétlenül kell, hogy megtudja. Most hát, igen! Önök a heti mozaikot a Kistelekvárosi Televízió közéleti magazin műsorát látták. Legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk új műsorral. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!